Jó évet zártunk a versenyzőink terén. Hát idén ugye elkezdődött a nagyobb versenyekkel az év. Márciusban volt a Bornemisza emlékverseny, amin 20 ország indult, többek között 4 kontinens is. Ott 2 versenyzővel vettünk részt, ott lett egy ezüstérmünk, illetve egy 5. helyezettünk. Utána volt az utánpótlás Magyar Kupa, ami a serdülő és a junior korosztályt érintette. Ott 6 fővel vettünk részt, és 4 éremmel zártunk. Utána a válogatottba is kaptunk meghívást, majd 1-2 versenyzőnk, és több nemzetközi tornán is szerepeltek a versenyzőink. Ezt követte a serdülő országos bajnokság, ahol 3 fővel tudtunk részt venni, és ott lett 2 arany és 1 ezüstérmünk. Utána a junior OB, ahol 1 bronzérmünk. Az IFIN sajnos csak résztvevők voltunk, a felnőtt országoson pedig 2/5. Helyen álltunk. Személyesen én beszélgethettem vele arról, hogy több tanítványod is közel állt ahhoz, hogy címeres mezben képviselhesse Magyarországot. Róluk is ejtsünk még pár szót. Igen, többen közel kerültek ahhoz, hogy kijussanak idén az Európa-bajnokságra. A serdülő Európa-bajnokságra a válogatót 2 is megnyerték, a Torma Balázs és a Kovács Petra. Sajnos a vezetőség úgy gondolta, hogy mást kell kivinni, így ők nem jutottak ki, illetve junior korosztályban Szűz Szintia jutott ki, majdnem. Ott is más volt a vélemény sajnos. De akkor cél lehet az, hogy ők jövőre már ne csak majdnem, hanem ténylegesen bekerüljenek a keretbe? Természetesen ez a cél. Jövőre szeretnék 2-3 Európa-bajnoki résztvevőt mindenképp. Ha meg már ott vagyunk, akkor hozzunk haza valami színes fémet. Ha valaki a közösségi oldalon rátok keres, láthatja, hogy nagyon nagy sikerrel mennek az úgymond szabadidős boxedzések is, tehát ahol nem idézőjelben profikat képeztek, hanem csak szabadidejükben jönnek el egyet edzeni a srácok, fiúk, lányok. Igen, hál' Istennek rengetegen kedvelik ezt a hobbi ököl jó edzésünket is, ahol idősek, fiatalok járnak, nem versenyszerűen szeretnének sportolni, csak a mindennapi sportot szeretnék itt megcsinálni. Szerintem havonta egy ilyen 70-80 ember biztos, hogy megfordul a teremben. Továbbra is várunk mindenkit szeretettel. És a mai évértékelő gálán is tulajdonképpen már szóba került, hogy lesz a változás a klubnál 2020-ban, hiszen lesz új edző. Ezen kívül még milyen változások lehetnek? Egyenlőre csak a edzői vérfrissítés van tervben. 2 kolléga is elkezdte az edzői tanfolyamot, a Sárfár Gyuri és a Salamon Tamás is. A Gyurinak vannak nagyobb tervei, és ő szeretne közénk tartozni be, az utánpótlás korosztályba szeretne részt venni az edzések tartásában, illetve a versenyeztetésben is. De nem csak az edzők terén, hanem a versenyzők terén is van nagy visszatér, hogy úgy mondjam, róla is ejtsünk még pár szót. Igen, többek között van, így van, visszatérünk is. A 2014-es felnőtt országos bajnokunk, a Benkő Laci úgy gondolta, hogy idén újra a kesztyűt húz. Hál' Istennek úgy egy 3-4 hetes felkészüléssel el is tudott indulni az országos bajnokságon, ahol első nap például a tavalyi OB bronzérmest verte az első menetben döntőfölénnyel, második nap sajnos pontozással kikapott a későbbi ezüstérmestől, de a verseny után hál' Istennek kapott több lehetőséget is, több megkeresést is a Madárfészek Akadémiáról, illetve a Győri Akadémiáról is, hogy akár ott folytassa a pályafutását.